amelyről ma beszélni fogunk, egy igazi exotikum, egy észtalkotásról, Elmő Nyugánen, nem tudom, jól mondtam a nevét a rendezőnek, sajnos észtül nem tudok, Márványba zárt nevek című filmje, amely szorosan besorolható 1944 című történelmi drámája mellé. Történelmi drámáról beszélünk, annak történelmi hátteréről kell néhány szót ejtenünk. Maga a világháború kitörése az hogyan hatott az észt függetlenségi törekvésekre, ugyebár egy több mint 200 évvel tulajdonképpen az oroszok által birtokolt területről beszélünk. Az észtek hozzászoktak ahhoz, hogy a 13. századtól kezdve már nem ők irányították e terület sorsát, és az első világháború nem érte teljesen váratlanul az észteket. A 20. század legeleje nagyon gyors gazdasági, kulturális fejlődést hozott, és a függetlenség gondolata felmerült már, de inkább csak költőknél. Valójában elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy ilyen pici ország, melynek a nemzeti ébredése a 19. század közepén kezdődött, a nemzeti mozgalom a 19. század második felében szökkent szárba, hogy valamikor is függetlenné válhat. A politikai események azonban és a történelmi események olyan irányba vitték Észtországot, hogy 1917-ben már meg is fogalmazták azt, hogy érdemes lenne kikiáltanunk a saját köztársaságunkat. Amikor 1914-ben kitört a háború, akkor 100 000 észtet is besoroztak, körülbelül 10%-a ezeknek az észteknek el is esett a fronton, de nagyon sokan szereztek így kiképzést, amit aztán felhasználtak a későbbiekben, amit a filmben látni is fogunk. Amelyről ma beszélni fogunk, egy igazi exotikum, egy észtalkotásról, Elmő Nyugánen, nem tudom, jól mondtam a nevét a rendezőnek, sajnos észtül nem tudok, Márványba zárt nevek című filmje, amely szorosan besorolható 1944 című történelmi drámája mellé. Történelmi drámáról beszélünk, annak történelmi hátteréről kell néhány szót ejtenünk. Maga a világháború kitörése az hogyan hatott az észt függetlenségi törekvésekre, ugyebár egy több mint 200 éve tulajdonképpen az oroszok által birtokolt területről beszélünk. Az észtek hozzászoktak ahhoz, hogy a 13. századtól kezdve már nem ők irányították e terület sorsát, és az első világháború nem érte teljesen váratlanul az észteket. A 20. század legeleje nagyon gyors gazdasági, kulturális fejlődést hozott, és a függetlenség gondolata felmerült már, de inkább csak költőknél. Valójában elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy ilyen pici ország, melynek a nemzeti ébredése a 19. század közepén kezdődött, a nemzeti mozgalom a 19. század második felében szökkent szárba, hogy valamikor is függetlenné válhat.
A politikai események azonban és a történelmi események olyan irányba vitték Észtországot, hogy 1917-ben már meg is fogalmazták azt, hogy érdemes lenne kikiáltanunk a saját köztársaságunkat. Amikor 1914-ben kitört a háború, akkor 100 000 észtet is besoroztak, körülbelül 10%-a ezeknek az észteknek el is esett a fronton, de nagyon sokan szereztek így kiképzést, amit aztán felhasználtak a későbbiekben, amit a filmben látni is fogunk.